A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása visszatérés a régi értékekhez, de minden tekintetben új történet kezdete, mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter március 26-án Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem napján. Az intézményt 2011-ben alapították a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudományi karának integrációjával. Működését 2012. január 1-én kezdte meg. Hende Csaba beszédében kiemelte: a régi ludovikás tisztek a legnehezebb körülmények között is megállták a helyüket. A közszolgálatban ma is olyanokra van szükség, akik kitűnően ismerik a szakmájukat, napra készek a modern tudományokban, de egyszer s mint életre tudják váltani a hazáért mind halálig jelmondatot, és mindazt, amit a ludovikás szellemiség jelent. A Közszolgálati Egyetem létrehozása ezen falak között egyfelől visszatérés a régi értékekhez. Másfelől viszont minden tekintetben egy új történet kezdete. Új fejezet, amelyet együtt írunk meg, amelynek a megírásához mindenkire szükség van, aki elkötelezetten tenni akar valamit azért a közösségért, amit magyar nemzetnek nevezünk, az életnek azon a speciális területén, ami a közszolgálat területét jelenti. A miniszter kiemelte: az intézmény a magyar állam a közszolgálat megújításának rendszerében is komoly szerepet tölt be, hiszen az egységes közszolgálati életpálya eleve elképzelhetetlen lenne nélküle. Patyi András, az NKR rektora elmondta: az intézmény küldetése nem egyszerű, hiszen egymással összefüggő, de nem egyforma területeket kell összekapcsolnia. Könnyű missziót, egyszerű missziót nem érdemes vállalni, olyat kell vállalni, amiben kihívás van, és aztán ott kell mellett állni és csinálni. És kívánom önöknek, hogy érezzék át ennek a mai születésnapnak a méltóságát. Ebben bizonyára segít az, hogy egyetemünknek ez az első születésnapja, amit ebben az újjászületett szent épületben ünnepelhetünk meg. És ennek a mai ünnepnek különös súlyt és különös fényt az ad, hogy az egykori Katonai Ludovika Akadémia újjáépített épületében ezen a születésnapon éppen a honvédelmi minisztert köszönhetjük előjáróként és vendégként. A rendezvény előtt Egyetem születik címmel nyitották meg azt a fotokiállítást, amely az elmúlt évek folyamatainak állít emléket.